Megnyitották a Gyenes Diási Művelődési Ház kosárfonó szakkörének kiállítását a Göcsei Tudásközpontban, ahol 19 alkotó munkáját mutatják be. Közülük néhányan közel 2 évtizede foglalkoznak kézművességgel, de vannak, akik csak néhány hete csatlakoztak a közösséghez. Az Alai megye székhelyre a legszebb alkotásokat hozták el. Hántolt fűzvesszőből font dísz és használati tárgyakat, bevásárlókosárkákat, gyümölcstartókat, valamint gyermekhintát és konyhai eszközöket. Szerintem nagyon csodálatos ez a kiállítás, hogy az előző kiállításunk az inkább a gyapjúról, a meleganyagról szólt, ez a kiállítás a kosárról, és ez a teljesen beleillik a háznak a milliójébe ez a kosárfonás. A műhelyben a hagyományos magyar kosárfonási technikákat alkalmazzák. A 2006-os alapítás óta közel 100-an ismerkedtek meg a népi mesterséggel. A hagyományai régebbre nyúlnak vissza. A két háború között volt jékenyfonó és kosárfonó kis munka is a faluba, és ugye fölelevenítettük azt a hagyományt. A vendégek házi süteménnyel megrakott tálcával érkeztek, a népdalkör pedig vidám produkcióval lépett a közönség elé. Az egymásra figyelés, az együttműködés igénye és a fő cél a hagyomány ápolás és a hagyomány átadó magatartás fenntartása eddig is megvolt mindegyik csoportnál, mindegyik szakkörnél. A kiállítás március 17-ig tekinthető meg a Tudásközpontban. Szombaton időszerű feladatokat ismertető előadással folytatódik a Gyümölcsöző Kiskertek című rendezvénysorozat. Március 10-én a hagyományőrző napon női kézművesek mutatkoznak be. A rendezvényt játszóházzal, mesterségbemutatóval, versennyel és meglepetéspartival színesítik.